Rengeteg videót készítettem nektek erre a csatornára, már tényleg, viszont ennek a témának, ennek a topiknak soha nem szenteltem egy külön videót, és nagyon sajnálom, mert hozzám nagyon szorosan úgymond kapcsolódik, a parfümökről lesz szó, ahogy a cím is mutatja. Több dologra ki fogok térni ebben a mai videóban, és biztos vagyok benne, hogy sok ilyen búsítelő szöveg is lesz benne, nem tudom. Próbálok azért lényegre törő is lenni, és hasznos információkat is közölni ebben a mai videóban, tehát hogy hova fújd a parfümöt, hogy te tartósabbá, hogyan tárol, stb. Tehát, hogy ezekre mind ki fogok térni. A parfümök. Ezek viszonylag drága dolgok. Pontosabban... Nem is értem, érted? Mindig, amikor elkezdem ezt a videót, jönnek ezek a vadászgépek, vagy nem tudom. Kezdjük is. Tehát parfüm. Ez normál esetben nem egy olcsó mulatság, viszont ez az a dolog, ami nélkül én nem azt, hogy nem tudok élni, szerintem nem érdemes nélkül élni, én nagyon szeretem őket, hozzám tartozik, a lényemhez tartozik, az outfitemhez tartozik, és a stílusomhoz tartozik. Igazából ennyi. Tudom, hogy sokan nem szeretik, teljesen megértem ezeket az embereket is, tehát, hogy azt mondják, hogy ez kész pénz, kidobás, stb. Lehet tényleg. De én az a fajta ember vagyok, aki nagyon sok érzelmet köt, például illatokhoz, nagyon sok érzelmet, emléket. És meg kell, hogy mondjam őszintén, nekem befolyásolja a napomat, befolyásolja mindig a hangulatomat. Tehát, hogyha én elfelejtek parfümöt fújni magamra, akkor azt érzem, hogy valami hiányzik belőlem, valamit elfelejtettem, valamit otthon hagytam, és ez így van. Én úgy gondolom, hogy megtalálni a saját illatunkat, tehát a kedvenc parfümünket, az ugyanolyan, mint megtalálni a stílusunkat. Ez mind változik. Én emlékszem arra, amikor fiatalabb voltam, akkor kimondottan szerettem az édes illatokat. Tehát, hogy volt a Paco Rabanne-tól volt ez a Black XS nevezetű parfümöm, és imádtam éveken keresztül, tényleg csak azt használtam, és jól állt, és mindenki szerette rajtam, és hogyha így visszagondolom, mondom, úristen, ma már nem tudnám használni. Tehát, hogy ez ugyanolyan, mint a stílus. Én úgy vettem észre, hogy ahogy öregszem, én sokkal jobban vonzódom a fás illatokhoz, az erőteljesebb illatokhoz, és sokkal kevésbé az édes illatokhoz tényleg. De nyilván ez én vagyok, tudom, hogy vannak 40-50 éves emberek, akik még mindig vattacukor illatú parfümöt használnak, és ez így jó tényleg. A parfümöknek most a legismertebb két fajtájáról fogok beszélni, az egyik az Eau de Parfum, a másik pedig az Eau de Toilette. Ugye ezen kívül még vannak más fajták is, de ez a kettő, ami a legismertebb. Az első az nyilván töményebb, nagyobb százalékban tartalmaz olajakat, azt hiszem, remélem, hogy jól mondom. A másik, a Toilette, az pedig gyengébb. De ezt sem mondanám, tehát hogy nem törvényszerű. Vannak olyan parfümök, tehát hogy Eau de Toilette parfümök, amik simán olyan erősek, mint egy parfüm. Tehát nem mindig törvényszerű ez. Én szinte mindig a parfüm, tehát az erősebb verziót szoktam megvásárolni. Viszont tervezem azt, hogy ki fogom próbálni az 5-ös Chanel-t, és abból viszont úgy gondolom, hogy valószínűleg először az Eau de Toilette-et fogom megvásárolni majd, ugyanis tetszik maga az illat, de én úgy gondolom, hogy a parfüm verzió az túl erős lehet, majd meglátjuk, ki fogom mindenképpen próbálni. Sokszor felmerül bennünk a kérdés, hogy hogyan tegyük tartósabbá a parfümöt, főleg akkor, amikor megvesszük jó sok pénzért, és kiderül, hogy nem tartós, és akkor elkezdünk keresgélni, hogy na de vajon, hogyan legyen tartósabb ez a dolog. De az a helyzet, hogy kicsit el kell, hogy keserítselek titeket, tehát hogy nagyon-nagyon függ a tartóság attól, hogy mennyire tartós az a parfüm, tényleg. Vannak trükkök, praktikák, de összességében érdemes kipróbálni először a parfümöket, mennyire tartanak rajtad, stb. Tehát, hogy én úgy gondolom, én mindegyik parfümömnél én semmit nem rendeltem úgy meg, hogy nem próbáltam volna többször ki, vagy nem rendeltem volna belőle kis próbát. Tehát, hogy ez azért tényleg egy drága mulatság, több esetben, sok esetben nem érdemes vele úgy gondolom, hogy rizikózni. Tehát az első pont, hogy hogy legyen tartósabb a parfüm, az, hogy vegyél tartós parfümöt. Aztán, ami ugye még tartósabbá teheti a parfümöt, az,
hogyha hidratálsz, mielőtt felfújod magadra, tehát mondjuk kensz egy kicsi hidratálót a füled mögé, vagy tényleg ide, vagy így a csuklódra, mert a parfüm tartósabb ilyen olajosabb helyeken, vagy nem is tudom, hogy hogy mondjam, és sok márkánál van az, hogy gyártanak olyan hidratálót, tehát hogy a parfümhöz való hidratálót, akkor aztán tényleg fel tudod pumpálni a parfümnek a tartóságát, hogyha mondjuk megveszed mondjuk, mit tudom én, az Armanitól a szít, egy csomagban benne van egy hidratálókrém, meg a parfüm, kicsit bekened először a krémmel a kezedet, vagy ahova szeretnéd fújni, aztán befújod a parfümmel. Még aztán sokan mondják, hogy ne fújd ruhára, mert elszínezi azt, meg mit tudom én. Némelyik parfüm biztos, hogy elszínezi, én még ezzel soha nem találkoztam. Tehát, hogy én mindig szoktam ruhára fújni, ugyanis a ruhán az anyagon tartósabb az illat. Tehát, hogy ez tény. Én úgy gondolom, hogy ne félj a ruhára fújni, viszont ne nagyon közelről, tehát hogy én mindig távolabbról fújom a ruhára, és mint mondtam, nekem soha nem volt az még, tehát velem még soha sem történt az, pedig én nyáron is nagyon sok fehéret hordok, hogy megfogta volna a ruhámat, nem tudom. Biztos vannak olyanok, amik fognak, velem még nem fordult elő, és természetesen nagyon fontos az is a tartóság szempontjából, hogy hova fújod azt a parfümöt. Erre ki fogok most térni tényleg, hogy én hova fújom, hova érdemes fújni, és én tudom, hogy mindenki máshogy csinálja, én is máshogy csinálom, most az én parfüm fújási rutinomat fogom nektek megmutatni. Sokan mondják azt, hogy fújd a hajadra, mert úgy nagyon-nagyon tartós lesz, és egy részről, ez igaz is, de én nem szívesen fújok tiszta alkohol tényleg a hajamra, úgy, amikor tényleg én figyelek rá, hogy hidratáljam a hajamat is. Viszont az tény, hogy a parfüm ott is nagyon jól tart. Vannak amúgy márkák, akik gyártanak külön hajra való parfümöt. Én ezt megmondom őszintén, hogy feleslegesnek találom. Aztán vannak még olyan dolgok, biztos a Muternál vagy a Nagy Muternál láttad, hogy de jó, nagyon szuper. Nem érdemes összedörzsölni a parfüm molekulákat, gyerekek. Tehát, hogy attól tartósabb biztos, hogy nem lesz. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy tisztára felesleges, csak megölöd vele az egész történetet. Ugye sokan mondják azt, hogy fújd a levegőbe, aztán így menj át rajta, mint a felhőben. Nem tudom, tehát, hogy próbáltam úgy is, de nem vettem észre igazából különbséget. Úgyhogy én megmaradok tényleg a saját módszeremnél. Na de ugye hova fújjuk a parfümöt, hogy tartósabb legyen, hogy mások jobban érezzék, de mégse ájuljanak el tőlünk és kapjanak migrénes fejfájást. Tehát alapjáraton mondhatjuk azt, hogy oda érdemes fújni, ahol úgymond melegebb van, ahol úgymond jobb a vérkeringés, vékonyabb a bőr, és ja, lényegében ennyi. Tehát, hogy fül mögé, tehát ahogy pulzálnak az erek, melegebb van, vékonyabb a bőr, a parfüm jobban tud előtörni, úgymond. Ide tényleg a csukló belső részére, könyökhajlatba, térthajlatba. Ugye ez a térthajlat dolog, ez azért ilyen fura. A térthajlatba akkor érdemes fújni, amikor nyár van és leszeretnél nyűgözni egy koncertre való ülő ember tényleg, ahogy elmész előttük, mert akkor körülbelül így a tért hajlatod van az ő magasságukban, tehát hogy úgy is tudnak téged szaglászni. Különben nem találom más értelmét ennek az egésznek. És nyilván ezek az érdekes területek, tehát hogy könyökhajlat meg térthajlat csak szinte nyáron vannak szabadon, és nem is érdemes így télen odafújkodni ezeket az illatokat. De most megosztom veletek az én parfümözési rutinomat, teljesen mindegy, hogy tél van, vagy nyár van, tényleg nekem tök mindegy, mindig ezt alkalmazom. A két fülem mögé szoktam egy-egy fújást fújni, aztán szoktam egyet ide és ide, tehát hogy inkább a ruhára, tehát így a váll környékére, és szoktam egyet így a tarkomra, nem a hajamra, hanem tényleg így a nyakamra, így a tarkomra fújni egy fújást. Ugyanis, hogyha elsuhanok valaki mellett, akkor megcsapja az illetőt ez az illat. Mennyi ez? 1-2-5 fújásból áll általában az én parfümözési rutinom. Ez függ attól is, hogy milyen parfümöt használok. Tehát, hogy van például ez a Maison Francis nevezetű életvize parfümöm a Forte verzióban, ami
annyira erős, hogy csak a két fülem mögé szoktam fújni, meg esetleg így a tarkomra. Tehát, hogy ennyi. Mert tényleg ez a parfüm, ezt nyáron szoktam használni, ez nagyon-nagyon-nagyon erős. Úgyhogy ebből 5 túl sok lenne tényleg. Úgyhogy ennél vigyázok, de úgy gondolom, hogy nekem ezek a pontok beváltak, és én nagyon sokszor kapok így dicséretet a parfümömre, hogy milyen jó illatom van, stb. Anélkül, hogy azt mondanák, hogy vagy látnám az embereken, hogy ez túl erős. És ez a következő topik. Tehát a túl sok parfüm, a túl erős parfüm, az pont az ellentétes hatását váltja ki magának a parfümnek. Tehát, hogy undorodni fogsz lényegében a másiktól. De tegnap történt velem az, dolgoztam a rendelőben, és én így 3 rendelőben dolgozom egyszerre, 3 boxban. És ezek azért, nem mondom, hogy nagyon távol vannak egymástól, azért viszonylag, de nem olyan nagyon messze. És a 3-asba bejött egy faszi, nem tudom, hogy milyen parfümmel, de nagyon erős volt rajta. Tehát, hogy lehet, hogy 2 fújásból, vagy 3-ból azt mondanám, hogy ez egy jó parfüm, de szerintem ő ebben megfürdött reggel. Én az 1-es rendelőben voltam, így, és egyszerűen az 1-esben megcsapott ez a szag, és én olyan migrénes fejfájást kaptam. Úgyhogy gyerekek, tényleg nem érdemes túlzásba vinni, mert mint mondtam, az ellenkezőjét éred el vele, és biztos, hogy volt olyan pont az életemben, amikor én is túlzásba vittem a parfümözést, biztos vagyok benne, hogy én is soros vagyok a témában. Én viselem a parfümöt, nem a parfüm visel engem, tényleg. Nem az van, hogy sziasztok, én vagyok Coco Mademoiselle, megjöttem, a 18 milliómodik nő vagyok Coco Mademoiselle parfümmel, itt meg mögöttem van ez a jelentéktelen Holényi Zita, tehát hogy értitek, mire gondolok, mértékkel, mindent mértékkel. Jó, de most térjünk is rá kicsit a parfümeimre, és ha most a hasznos részt akartátok elkapni a videóban, akkor ez most így az eleje volt, most pedig lehet, hogy több bullshitelés jön, meg többféle ilyen kvá-kvá parfümökről. De hogyha érdekel titeket, akkor mindenképpen maradjatok velem, meg fogom mutogatni, hogy milyen parfümeim vannak most, és ahogy így körbenézek, gyerekek, az összes fehér arany, tehát hogy a csomagolása, tehát hogy így mindegyik, nem is értem. Tehát, hogy azért megmondanám, hogy nem a csomagolás alapján veszek parfümöt, de hogy hát, jó, mondjuk ez nem az enyém, ez a párommal közös. Pontosabban ez a páromé. De mikor összejöttünk, akkor ugye közöltem vele, hogy ami a tiéd, az enyém is, úgyhogy ez közös. De hogyha már régóta követtek, akkor tudjátok, hogy Coco Mademoiselle. Ettől én nem tudok elszakadni nagyon régóta. Tényleg nem tudom, hogy hányadik üvegem már ez. Próbáltam az intense verzióját, nem tetszik. Valahogy az az érzésem, hogy azok a jegyek dominálnak az intenzben inkább, ami mondjuk ebben olyan gyengébb, és ezért tetszik. Tehát, hogy értitek, hogy mire gondolok, ráadásul nem is tartósabb, mint a normál verziója. És tudom, hogy nagyon sokan ezt használják, de valahogy nem érdekel. Aztán maradjunk még a Chanelnél, a Chanelnek a Gabrielle-ét leginkább télen szoktam használni. Nem is tudom, hogy miért. Számomra van egy valamiféle melegsége, ami nem passzol a nyárhoz számomra. De egy nagyon-nagyon-nagyon jól összerakott parfüm. És ezt szerettem volna még mondani, most elfelejtettem, hogy tárolás. Tehát a parfümöket hűvös, sötét helyen kell tárolni, úgyhogy nem a legmegfelelőbb őket kirakni így a fénybe és nézegetni. Tehát, hogy gyönyörű üvegekben vannak tényleg, de én mindig figyelek rá, hogy megtartsam a dobozában, hogy ne tegyem ki erős fénynek. De normál esetben azért 3 évig egy parfüm úgy nagyjából megőrzi a minőségét, és én azt is mondanám nektek, hogy tudom, hogy sokan vagyunk úgy, és én is voltam úgy, hogy jaj, ez egy ilyen különleges parfüm, ez csak különleges alkalmakkor használom, de nem érdemes, gyerekek, mert megdöglik egy idő után. Nagyon nőies, de mégis van benne valami olyan furfangosság, vagy nem is tudom, úgyhogy őt is nagyon-nagyon-nagyon szeretem. A Maison Francisnek az életvize, forte verziója, amiből nagyon kevés kell, különben fejfájást kaphatsz tőle. De amit még észrevettem, az, most, hogy visszatérjek kicsit, hogy hova fújom a parfümöt, hogyha ide direktbe lövöm a torkomhoz, akkor valamikor így nagyon túlerősnek érzem.
nem tudom miért, lehet, hogy valószínű, hogy így innentől így felkúszik egyből direktbe az orromba, és irritál, tehát hogy tényleg így, így oldalra szeretem fújni, meg különben nekem saját magamnak túl erős a saját parfümöm, és főleg ennél az életvízénél vigyázni kell. Tehát nem mondom, hogy megbántam. Nem bántam meg, mert használom most is nyáron, de nagyon kell vele vigyáznom, mert nagyon erős. Legközelebb biztos, hogy a normál verzióját fogom ennek megvenni, nem a Fortét. Tehát, hogy ez már a második olyan parfüm, amire azt mondom, ugye a Chanel volt az első, az Intenzel, hogy a Forte az túl erős, és jó illata van meg minden, de nagyon kell vele vigyázni. Ha majd ez egyszer elfogy, de amúgy ez is egy gyönyörűség tényleg, és nagyon, nagyon jó illata van. Ebben is van valamiféle melegség, de ezt például nem tudnám télen használni. Aztán kettő nagyon-nagyon hasonló parfümöt fogok most mutatni, és ez az egyiknek, tehát a Terre de Hermès Dupe verziója, amit a Rituals-nél találtam meg, ez az Oasis Verte nevezetű parfüm, és ez tényleg nagyon hasonló, tehát jegyeiben nagyon hasonló az Hermès-hez. Úgyhogy talán 30 eurót fizettem érte, ezért nem tudom, hogy mennyit fizetett a párom, 130-at, fogalmam sincs, de ez egy nagyon jó illat, unisex, vagy nem is unisex, szerintem ezt férfi illatként árulják, nem vagyok benne biztos, de ezt is imádom nyáron, tehát hogy erről az illatról valahogy mindig Zürich jut eszembe, ugye mert egyet, hogy ott vettem, vagy nem is az, hogy ott vettem az elsőt, igen, viszont amiről ezt a Rituals Oasis Verte parfümöt valószínűleg kopizták, az a Terre de Hermès, és nyugodtan belinkeltitek ide a kommentekbe, hogy hogy kell ezt kimondani szépen franciául, nyugodtan, de leszarom. És ráadásként ezt sem fogom helyesen mondani. Ez a parfüm, ez egy annyira jól összerakott parfüm tényleg, nagyon szeretem a páromon is, tehát hogy férfiakon is nagyon jó, de rajtam is. Nagyon szeretem, tehát, hogy isteni, ahogy ezt összekombinálták, komponálták, ez egy tökéletes illat. Sokan hordják ezt télen is, de nekem ez is inkább egy ilyen nyári illat. De most térjünk rá kicsit a blabla részre, és nem sokára a legújabb parfümömre tényleg, ami tegnap érkezett a postával. Először is menjünk vissza körülbelül 5-6 évre. Visszamenőleg, mikor is felfedeztem én ezt a Schön Géza által komponált Eccentric Molecules nevezetű egyes molekula parfümöt. Hogy mondjam, ez egy ilyen love-hate relationship, tényleg nem szok rá mást mondani, ugyanis mély nyomokat hagyott bennem ez a parfüm, és méghozzá azért, mert egy ilyen randimhoz kapcsolódik igazából, tehát, hogy mikor is én ezt a parfümöt megéreztem, akkor egy faszin volt rajta, és hát egyből beleszerettem, nem csak a parfümbe, és akkor így elkezdtem ezt a témát hajhászni, ezt a parfümöt hajhászni, tehát, hogy így mondtam, hogy ilyen nincsen, hogy én valamit így megszagolok, és ennyire hatással van rám. És akkor természetesen kiderült, hogy melyik ez a parfüm, rendeltem belőle tényleg mintákat, utána keresgéltem, óriási elvárásaim voltak, mert úgy gondoltam, hogy na jó, most majd én Molinzita most így ezzel majd így befújja magát, és akkor mindenki imádni fogja tényleg, mert számomra ez tényleg olyan, tehát nem tudom, hogy láttátok-e a Parfüm című filmet, vagy olvastátok-e a könyvet, tényleg számomra ez volt akkor, meg így kb. Most is az a parfüm, amit tényleg az a csávó ott a 12 vagy nem tudom hány nő levéből ott kipréselt, és magára fújt, és mindenki imádta olyan szintig, hogy fel is zabálták tényleg. Tehát, hogy én így képzelném el azt a parfümöt. És nagyon beleástam magam anno ebbe a témába, és sokat olvastam erről az egyes molekuláról, sok rosszat is olvastam, tehát nagyon sokan azt mondják, hogy ez egy kupac szar igazából. Méghozzá ez az Iso-E Super nevezetű molekula van benne, elég nagy koncentrációban, fogalmam sincs, talán 65%-ban már elfelejtettem tényleg annól, az nagyon, nagyon régen volt, de nagyon sokan azt mondták, hogy fúj, hát ez ilyen kőolajszagú, gázolajszagú szar, és hogy ezt az Iso-E Super nem tudom milyen
molekulát, ezt egy 5 literét megveszed mondjuk 3000 forintért, és hogy ők meg eladják 34 ezerért, mit tudom én, de így igazából engem így annyira nem érdekelt ez a háttértörténet. Ezt a parfümöt nagyon sokan leszólták, de egyrészről nagyon sokan istenítették, hogy mennyire jó, tehát, hogy ez igazából egy szintetikus szar, meg mit tudom én, de valljuk be őszintén, azért a Chanel is egy szintetikus szar, tehát, hogy igazából ez engem annyira nem érdekel. Tehát, hogy engem nem érdekel, hogy ez az Iso-E szuper, ez éppen nem nő, mint virág a franciaországi Grasse-ban tényleg, tehát, hogy ez így engem nem érdekelt, maga az illat érdekelt. És tényleg én annól nagyon rajta voltam ezen az egyes molekulán, több mintát is rendeltem, hogy kipróbáljam magamon, és óriási nagy elkeseredésemre rajtam soha nem működött, gyerekek. Soha nem éreztem magamon, és soha senki más nem érezte rajtam. És én annyira el voltam keseredve, hogy el sem tudom mondani, mindig így kérdeztem az embereket, különöttem, hogy érted, hogy új parfüm van? Nem. Igazából semmit, és így oké, sokan azt mondják, hogy magadon ezt így annyira nem érzed, de mondom, akkor mi a töknek is venném meg? És egy idő után így elfogadtam, hogy mindegy, ez nem lesz a tiéd, Zita, amúgy is te egy olyan személyiség vagy, hogy mindenki imád, neked nincs szükséged ilyen parfümökre. Megpróbáltam teljesen elfelejteni ezt az egészet. Aztán, múlt héten történt az, hogy bejött a kolléganőm a rendelőbe, így elszambázott mellettem, és így megéreztem ezt az illatot, vagy valami nagyon hasonlót, és így ránéztem, mondom. Azt hiszem, hogy szeretlek. Jött megint ez az érzés, gyerekek, és mondom, ugye nem az egyes molekula. Kérlek, mondd azt, hogy ez valami kurvára más, és nem az egyes molekula. És így mondta, hogy nem, ez nem az egyes molekula, de azt is ki akarja próbálni. Valami mintát rendelt, ez azt mondják, valami nagyon hasonló, és hogy tök jó illata van, és tényleg sokkal jobb volt, mint az az eredeti egyes. Volt benne valami nőiesség, valami melegség, és egyszerűen nem tudtam abba hagyni őt szagolni. Egész nap próbáltam így mellette venni, hogy jó, milyen fasza, és mondta is, hogy rendeljen meg, mert hogy van belőle minta a Flaconinak az oldalán, de hogy valamilyen 50 euró és 5 darab ilyen molekulás, tehát hogy 5-féle molekulás parfümük van, és hát nyilván valami 120 euróba kerül a 100 milli, tehát hogy az is elég drága. Ő azért rendelte, hogy el tudja dönteni, hogy melyiket fogja teljes üvegesen megrendelni, hogyha tényleg tartós, stb. Maga a márka a Zarco Perfume, ahogy mi mondjuk itt Ausztriában, Zarco, és ez egy dán márka, és a parfüm pedig a Molecule 234.38. Tehát róla beszélek, és játszadoztam ugye a gondolata, hogy hát mintát kellene belőle rendelni, de csak ebben a szedben volt, és mondtam, hogy nekem a 4 másik az igazából, tehát engem az nem érdekel. És tényleg így úgy voltam vele, hogy játszadoztam a gondolatom, mondom, de hát 120 euróért, mondom, felejtsd el, tényleg nem. Valahonnan, máshonnan akarok majd mintát rendelni belőle, és rákerestem, ez is az Iso-E szuper molekulát tartalmazza, és rájöttem, hogy egy csomó más olyan parfüm is, amit szeretek. Például visszatérek a Terre d'Hermès-hez, ő is tartalmazza ezt az Iso-E szuper molekulát, ami igazából egy ilyen meleg, fás, szintetikus illat. Most nem is tudom, amikor így kutattam utána, ezután a molekula után valahol olvastam, mint hogyha úgy hívták volna, hogy pacsuli etanol, vagy nem tudom. És rájöttem, hogy rengeteg parfüm tartalmazza ezt, bizonyos százalékban tényleg, de nem ilyen nagy töménységben, mint ezek a molekula parfümök. És úgy voltam vele egyik éjjel, nem is tudom, nem tudtam aludni, és eszembe jutott ez a parfüm, mondom, még egyszer rákeresek, mondom, nem hiszem el, hogy ez csak 120 euróért lehet megszerezni. És gyerekek, megtaláltam egy olyan oldalon, ezen az Easy Cosmetics nevű oldalon, ez egy német oldal, ahonnan már többször is rendeltünk nekem is, és a páromnak is, nem csak parfümöt, hanem ilyen Clinique arc lemosót, meg ilyenek. Nagyon meg voltunk velük elégedve, és minden eredetiben érkezett, minden tökéletes volt. Az egyedüli dolog az, hogy nem néz ki a weboldal valami bizalomgerjesztőnek, maga a design, vagy így nem tudom, annyira nem tetszik, de megtaláltam, gyerekek, a 100 millis molekula parfümöt 65 euróért. És úgy voltam vele, éjjel fél egykor elküldtem a kolléganőmnek köszönetként, hogy megosztotta velem, melyik parfümöt hordja.
és én is megrendeltem ezt a parfümöt, ő is megrendelte, és tegnap érkezett meg, és tegnap ki is próbáltam, este magamra fújtam, mondom, kíváncsi vagyok, hogy most 65 eurót kibasztam-e a kukába, vagy sem. Úgyhogy hamburger sütögetés előtt így magamra is fújtam, és megnyugodtam, mert éreztem magamon, a párom is megdicsérte, és most reggel, ahogy felébredtem, ugye még rajta volt a bőrömön, kicsit más, tehát hogy kicsit édesebb, de iszonyatosan jó illata van, és nagyon örülök neki, és végre én is tudom hordani azt a parfümöt, amit mindig vágytam. Most is, ahogy beszélek hozzátok, végig érzem az illatát. Van benne valamiféle finomság. Abban a másikban úgy nem volt, úgy is tetszett, de ez hihetetlen. Tudom, hogy most feleslegesen bullshitelek erről, mert nem tudok illatot küldeni így a kamerán keresztül, de hogyha van rá lehetőségetek, akkor valahol szagoljátok meg. Én nem tudom, hogy például Pesten a Neroliban lehet-e ilyen, fogalmam sincs, vagy valamiféle ilyen nis parfümériában, de így néz ki, megmutatom közelebbről is, és új kedvencem van. Nagyon-nagyon boldog vagyok. És ugye, mint mondtam, azért elkezdtem kutakodni, hogy melyik parfümök tartalmazzák még ezt a molekulát, úgymond. És például a parfüm, amit a párom nagyon szeret, és én is nagyon szerettem rajta, az ilyen a Bleu de Chanel, azt hiszem, hogy úgy hívják. Ez a kék Chanel a mágneses tetővel, az is tartalmazza. Úgyhogy valahogy nagyon vonzódom én ehhez a kőolaj származékhoz, vagy nem tudom, fogalmam sincs, hogy mi ez. Sokan fikázzák tényleg, és biztos vagyok benne, hogy nem mindenki működik. Én vagyok rá az élő példa tényleg, hogy az egyes molekula az nálam az tényleg kuka volt, de most nagyon örülök, és remélem, hogy hasznos volt ez a videó most nektek, és ilyenről még nem bullshiteltem a csatornán. Úgyhogy, ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot is, iratkozzatok fel. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!